Ez egy hosszú folyamat volt, hogy én a népzenével kapcsolatba kerültem. Nem is az magyarral kezdődött, hanem az amerikai és az angol népzenével. Ezt mindig el szoktam mondani. Ez egy kicsit olyan betegség tünete, ugye Kodály Zoltán használja ezt, hogy az öreg asszonyok őrizték meg a régi magyar kultúrát. Hát itt pedig az történt, hogy először ugye Kodály országában az lett volna természetes, hogyha lelkesen énekeljük a népdalokat, csak az volt a baj, hogy nem ismertük a népdalokat igazán úgy, ahogy ezeket énekelték eredetiben, a hangszereket meg főleg nem ismertük. Tehát az a mozgalom, ami Amerikában volt a 60-as években, az viszont eljutott ide, az akkori beat zene egyik ágaként is, és ez rám is nagyon nagy hatást gyakorolt. Volt egy nagyon jó angol tanárom, aki maga is gitározott, énekelt, voltak neki kottái, ezeket lemásolta. És aztán csak később kezdtem gondolkodni, ez a gitárral azért valami mást is lehetne kezdeni. Valaki mondta nekem, hogy van a Pálóczi Horváth Ádámnak az 5500 énekek című gyűjteménye, abban vannak virágénekek. Akkoriban a rádióban is nagyon gyakran lehetett ilyeneket hallani. Meg mondjuk lehetett Török Erzsit hallani, aki ugyan egy képzett énekes volt, bár elsősorban színésznő, de nem felejtette el az erdélyi gyökereit, és szerintem, és sokak szerint ő volt az egyetlen, aki valóban hitelesen tudtak közvetíteni a feldolgozásokban is a népdal hangot, és nekem is sokat segített. És aztán később lemezekről, bár ilyenekhez azért annak idején nem jutottunk szintén hozzá, de aztán utána 70-es évektől már rendszeresen megjelentek autentikus népzenei felvételek. Például Kallós Zoltánnak az erdélyi gyűjtései, aztán 72-ben már vele is megismerkedtem, és fel is kerestem őt, és nagyon sokat segített az ottani útjaimon. Aztán Elkecskés András hívására valahogy lassan bekerültem az ő együttesébe, a Bakfarbányt Lantrióba, Kecskés együttesbe, és hát ott tehát ő fedezte ezt föl, hogy én a népzenei tudásomat és a kobosz hangszert hasznosítani tudom, hiszen ez egy ősi magyar hangszer, a középkori lant is valahogy így ilyen formájú lehetett. És hát nyilván nem volt tőlem távol ez a történeti érdeklődés. Otthonról is sok mindent hoztam, édesapám, édesanyám irodalom és történelem tanárok voltak, édesapám költő. Tehát ugye a vers, a régi magyar vers és a régi magyar dallamok, és az izgalom, hogy ezeket össze kell valahogy párosítani. Mert ezt nem sokan tudják, hogy nem készen kaptuk ezeket, és ez volt a szép, és máig ez a szép a dologban. Hogy szabd rá, keres rá, ugye Bornemisza Péter is használja ezt, keres rá dallamot, ami jól viszi, ugye. Hát megzenésíteni verseket én akkor nem akartam, mert annyi minden került elő, Balassitó, ugye a Tinódi, Csokonai, a Pálóczi gyűjtemény, 48-al kapcsolatos dolgok, és régebbre is visszamehetünk, ugye a Trubadur dallamok, amiket egy franciaországi Occitán Provençal barátommal, Michel Montanaróval adtunk elő. De mondjuk ez nem elégített ki, úgyhogy kelet felé is kerestem a mi igazi gyökereinket, és a török zene már nagyon régóta érdekelt, egész kamaszkorom óta mindig szerettem hallgatni, és megismerkedtem az úgynevezett ásik zenével, ami ásik szerelmest jelent, tehát ez egyszerre a földi és az égi szerelem őrültje, az ásik. És ott találtam olyan verseket, szám szerint 28-at fordítottam le eddig, amik talán egyrészt nem úgy misztikusak, hogy ne lehessen érteni egy magyar embernek. Az Óbudai Népzenéskola gyökerei ide a Mókos utcában nyúlnak vissza, mert valaha itt a általános iskolában, zenei általános iskolában, most Andor Ilona Énekzenei Általános Iskola, működött az a harmadik kerületi zeneiskola, amelyben egy tanszak alakult. Egész pontosan 1975-ben, tehát jövő évben lesz ennek 40 éve. És ebben a tanszakban ugye eleinte Béres János alapította ezt, tehát ő Furuját tanított, a felesége Cimbalmot tanított, és volt még több citera tanár. Ez a néhány hangszerből álló repertoár, ez aztán kibővült a táncházmozgalomnak köszönhetően,
és ifjú Csóri Sándornak köszönhetően aztán hívott más zenészeket is ide a Téka együttesből, és ez működött egészen 1991-ig tanszakként, és abban az évben lett önálló iskola. Ma egészen véletlenül helyettesítőként itt van egy volt zeneakadémiai tanítványom, Szlama László, akit hát szívből ajánlok, mint a Koboznak tényleg egy fantasztikus játékosát. Ben Buda Ferenc költőbarátom, aki egyébként édesapámnak tanítványa volt korábban, nekem meg az ő fia lett tanítványom itt az Óbudai Népzenéiskolában valamikor a 80-as évek végén. Tehát Feri 1977-ben Kecskeméten így szólított a színpadon, hogy Kovdos Kis Tamás, és akkor volt ott egy áldott emlékű népművelő Font Sarolta, így írt nekem levelet, utána munkatársa is így írtak levelet, és valahogy ez elterjedt ez a név. Én nem akartam ezt fölvenni, de rám ragadt. A régi zene és a népzene valahol az én személyemben mindenképpen összeér. Ez nekem természetes, másnak lehet, hogy nem természetes, mert ugye nálunk általában a barokk zenére gondolnak az emberek, hogyha régi zenéről beszélünk, és abban tényleg kiváló egyéniségek vannak itthon, és hát sajnos szerte külföldön, mert én is sokszor találkozom olyan barokk hangszerjátékosokkal, akik hát nem sokat vannak itthon, mert külföldön ugye nagyon szükség van rájuk. De éppen a Csíkszeredai Fesztivál példázza azt, hogy érdemes lenne egy picit visszább menni, és a középkori zenét, a reneszánsz korzenét, hogy ez egy izgalmas török kori zene, amiben hát nagyon sok hatás ért bennünk egy nyugatról és keletről, és ezt nyugaton sokkal jobban méltányolják, mint itthon. Tehát itt még lennének feladatok, meg vannak feladatok. Szól a nóta halkan, csak éppen, hogy halljam, levegőben ide-oda kanyarog a dallam. Utána, ha mennék, sem erre sem lennék, elvitte az esti szellő akár csak a pernyék.